annyit szeretnék elmondani, hogy ugye a tehetetlenség, mint fogalom, az a mindennapi életben ez egy foglalt dolog, és az csak negatív. Gondolnak utána valakire, azt mondják, hogy tehetetlen, hát nem dicséret. Az még nagyon fontos, még mindenképpen, hogyha az ember ezeket végig gondolja, fizikában az a szó, hogy tehetetlenség van, amikor jó, van, amikor nem jó. Hát ha megyünk a focipályára, és el akarjuk sodorni azt a nokedlit, jó, hogyha nagy tömegünk van, nem? Tehát ez világos. Ha viszont jövünk le a downhill biciklivel lefelé a lejtőn, és nincs fékünk, akkor nem örülünk a tehetetlenségnek. Hát egyértelműen lehet tudni, hogy nem jó, vagy nem rossz, amit szeretnénk megmutatni. Amit szeretnék, az pedig egy olyan kísérletet szeretném megmutatni, hogy itt kalapáccsal vertem a diót, Márknak a fején, meg oda-vissza. Én azt szeretném megmutatni, hogy amikor ütközés történik, akkor ugye a munkavégzés is történik. Egyik részről össze lehet törni a diót, másik részről pedig az a munkavégzés átalakul hővé. A hővé átalakulást úgy fogjuk megmutatni, hogy hoztam én egy szoftvert, és ezt a szoftvert fogjuk egy pillanatokon belül elindítani. Igen. Amit látnak, az ennek a kamerának, ennek a speciális videokamerának a képe. Ez a speciális videokamera látható fényt nem, viszont a látható fénytől az infravörös tartományban, az egész távoli infravörös tartományban is fog tudni mutatni hőmérséklet eloszlást. Tehát amit itt látunk színeket, ott például a kék az a hideg, ha valaki megnézi, akkor talán itt ezen a részen, lehet látni, hogy a feketétől a fehérig az van kalibrálva, szépen nézegetik, akkor lehet látni, hogy ez egy hamis színes információ, és minden egyes színnek megfelel egy hőmérséklet. Például a leghidegebb az 22 fok, és ha jól látom, a legmelegebb az meg 26 fok. Nézzék meg, akkor a mögé állok, akkor ennek az egésznek egy hátteret biztosítunk, és ez a háttér, mert ki fog rajzolódni, automatikusan megy a színek után, tehát a háttérben kirajzolódik az egyik része az én forró mancsom, mármint az ülő számító forró mancsom, és gyakorlatilag, ugye, mivel autorange-be van kapcsolva, ezért aztán, amikor kiállok, akkor automatikusan megkeresi a legmelegebbet és a leghidegebbet, és azt fogja felosztani. Azt szeretném megmutatni, hogy az ember, amikor kalapál, például az egyszerűség kedvéért hoztam egy ilyen anyát, és akkor ezt az anyát fogom én itt most megpüfölni, és ugye azt lehet látni, hogy az anya jelen pillanatban nem látszik, mert ugye annyira hideg, annyira sötét. Itt van ez a kalapács, elkezdem én ezt püfölni. Hoppá! Nem probléma az, bele van kombinálva. Hoppá. Pedig megkötöttem, ne nyúlj hozzá, mert megégeti az ujjadat. Tehát nem, te elviheted, csak mert várd meg, míg kihűl. Jó. Ide leteszem. Szerintem jól látszik, hogy az ott van, és ott vöröslik. Tehát ott látszik, és vöröslik. Itt a másik, azért megmutatom, azt mondják, hogy a jó sikerült kísérletet nem szokás ismételni, de kivételesen tegyünk kivételt. Tehát elkezdem csapkodni, hoppá. Nem törik ez el, csak valamilyen oknál fogva. Túl kemény az anyaga ennek az anyának. Jó, ezt itt abba hagyjuk. Minden esetre azt azért szeretném elmondani, hogy abban a pillanatban, amikor az ember ráver erre, deformálódik, és a deformáció révén az is előjön, hogy forró lesz. Tehát a mechanikai energiát, ide repült? Jaj, de jó. Tehát a mechanikai energiát át lehet alakítani hővé, akkor mégiscsak megismételjük. Olyan nincs, hogy ne ismételjük meg, legfeljebb dupla drótot keverünk rá. Szóval, hát próbáltam én úgy is pattan. Szerintem azért látszik, nem? Úgy. Itt van. Szerintem jól látszik, hogy ez forró, és ez attól melegedett meg, hogy
a mechanikai munka átalakult hővé. Ugye nekem megadatott egyszer, hogy dolgoztam egy olyan, egy kovácsot láttam, aki elővette egy vasdarabot, elkezdte püfölni, és addig melegítette, míg rá tudott róla gyújtani. Ebben most, hogy óvatosan mondjam, nem kis jártassák el, a kovácsoknál ez egy fokmérő, hogy meg tudja csinálni. Én nem vagyok kovács, tehát maradjunk ennyiben.